Sziasztok mindenki, Marci vagyok. Hát a mai videóban le fogunk gyártani Katával ketten. Hát ő fog segíteni nekem. Hát kivettem a T2-nek, kiszedtem az akkumulátortárcát, mert már most már hátul járok itt a motortér környékén. Eléggé el van fáradva. Ezt fogjuk legyártani. Több probléma is felmerül ennek a legyártásával. Egyes lemezből fogom legyártani, mert ez is egyes. Mondjuk ez már után gyártott, mert látszik, hogy ez már nem gyári. Itt látszik, hogy be van takkozva a pereme. Ez már nem gyári, után gyártott. Úgy ahhoz képest elég jó minőségű. Csak ugyebár több probléma is felmerül, mivel hogy akkumulátor tartóról van szó. Az akkumulátornak elég nagy súlya van. És nem elég az, ha csak egy sima lemezbe vágunk, hanem be kell merevíteni is. Merevítő bordákat kell beletenni. Ugyebár ezt általában ziknizővel szokták belehúzni a merevítő bordákat. De hát jobb híján, mivel nekünk nincsen ziknizőm, van ziknizőm a peremező, de nem fér be alá, mert kicsi a befogadó képesség, és nem fér be alá már egy ekkora lemez. Úgyhogy nézni kell, keresni kell itt valamiféle eszközt, hogy lomot, hulladékot szétnézzünk, hogy mit lehetne felhasználni. Annak érdekében, hogy ezeket a merevítő bordákat valahogy meg lehessen oldani, mert van rá több módszer is, gyártósablont kell lényegében keresni, de majd mindjárt ezt meglátjátok, hogy mire gondoltam. Na hát keressünk valamit akkor itt a műhelyben, meg itt a ház körül, amivel ezt meg lehet oldani. Hát igen, kell lesz egy rendrakás, kell lesz. Nem sokára. Ez kell lesz, szerintem. A lapács is. De csak egy van. Igen, először az volt tervben, ezt megmutatom nektek. Így akartam lényegében egy ilyen mély húzásos féleséget. Találtam egy ilyen, ez egy ilyen valami vágólap. Vágólap lehetett, már nem tudom, hogy nem emlékszem, hogy honnan van. Hát két sablon, közébe fogni a lemezt, és akkor úgy kikalapálni a merevítő bordát. Megfelelő eszközöm sincs arra, hogy szép formát tudja kiformálni. Próbáltam, de hát ez egy ilyen halott ügy volt. Úgyhogy ez kuka. Nézzünk valamit. Meglátjátok, milyen jó rend van itt. Ez mi ez? Ez mi ez? Ez a régi ágynak a... Mi az? Francia ágynak volt ez a... Ágynemű tartónak a... Ez a támasztója volt, ebből kéne még egynek lenni. És akkor megnézhetnénk, mert kellene még egy. Baszom van. Nem tudom. A rugó is itt van valahol, a rugó meg a sin, volt egy ilyen szögvas volt még, meg a rugó. És akkor ebből kéne, hol a izé? Itt van. Ez a merítő bordát csinálni. Jó, mert íves a, hát aránylag íves a felső része is. Na hát megnézzük. Csinálunk egy próbát. Megnézzük, hogy mit mutat, hogy mutat, és akkor Ha jó, akkor ezt alkalmazzuk. Ezt megnézzük. Na hát ez, amit most fogok csinálni, ez egy már létező technológia. Az öregek azok csinálták ezeket a dolgokat. Csak ennek az a technikája, hogy lényegében lehet kört, ívet, lehet ilyen merevítő bordákat,
Csak mindegyikhez saját, hát legyártott sablon kellene, gyártó sablon hozzá. Csak ugye bár most nekünk itt nincs időnk erre, hogy itt gyártogassam, nincs hozzá megfelelő eszközöm se. Van flex, reszelő, ilyesmi, de anyag se nagyon van, láttátok itt inkább lemezhulladékok vannak. És hát akkor megpróbáljuk ezt, hogy mit hozunk ki ebből a dologból. És itt körvonalazódik a merevítő borda. Hát úgy látszik, jó lesz. Szerintem. Itt látszik, hogy szépen merevítő bordát beütöttük. Úgyhogy szép a formája is. Szerintem ez használható, nem? Mit mondasz, anya? Hát, csak az vastag. Mi? Ez vastag. Micsoda? Ez. Ez meg vékony. Hát igen. Hát igen, elég ott romba. Nagyon. Szerintem vastag, ez vastag lesz. Nem mindjárt mérek egyet. Igen, ennek a merevítő bordá vastagsága 20 mm, 25 mm. Hát ez, igen. Ez meg 35 mm, igen, ez vastag lesz. Igen, mert hogyha az se, hogy a túl vastag a merevítő borda, mert akkor nem tudja rendesen az ember bebordázni megfelelően. Úgyhogy éppen ez se lenne rossz, de... Na mindegy, nézzünk akkor még valamit, hogy mit lehetne még, amit így ki lehet formálni a merevítő bordát, és esetleg vékonyabb. Vagy egy jó 10 mm-re vékonyabb kéne. Na minden, nézzünk még szép, mik vannak itt. Hát az a baj, itt már nem nagyon van. Még zárt szelvény van még itt. A hulladék. Itt. Még esetleg azt lehetne, hogy... Ez megnézzük milyen, de ez úgy tudom, ez 20-as. Van 20-as. Hát igen. Még azt lehetne, hogy ezt a zárt szelvénynek itt lecsapni az oldalát. Még abból lehetne, de nincs kedvem. Benn nincs a házban valami, Kata. Nézzél már be, nézd már szét, hogy benn, hogy van-e valami, találsz-e valamit, addig én ezzel gondolkodok. Igen, mert ez a zárt szelvény, ez 20x40-es. Mit tudom, 20x40-es, igen, 30x20-as. Igen, ebből lehetne, hogy ezt szépen levágni itt az oldalát, és akkor abból ki lehet szépen ki lehet formálni az ívet a tetejére, és akkor hát mind a két oldalt levágni. És most ebben is az a baj, hogy most ha nem úgy sikerül a vágás, akkor utána nem lesz egyenes, nem lesz karakteres a pereme, és akkor már ha nem karakteres, nem egyenes, nem úgy sikerül a vágás, vagy a közszörülés utána, akkor már csúnyán fog mutatni a magába a tálcába is a merevítő borda.
Úgyhogy ez szerintem ez nem lesz jó. Na, találtál valamit, Ben? Mit találtál, Ben? Hát nem tudom. Mi az? Ez litárnak a jötéje. Mi ez? Hát tudod, az árnak van az a... Jaj, az eleje, az a... Uh-huh. Hát itt a nyelve. Aha. Aha. Nem tudom, hanyas az. Hol a fogom mérő? Fióban van, tudom. Hát ugye, ez is 20-as. Ez is 20-as. Ez az egy van csak? Nézd meg, hogy van-e még. Na, Kata talált egy ilyen zárnak a... Hát itt a, nem tudom, hogy hívják, nem vagyok záros. Itt a, ahova a nyelv, ahol a nyelv van. Ez úgy látszik, ez szép, szépen is néz ki. Van neki íve is. 20-as, ugyanúgy 20-as, mint a... Hát, mint ebbe az után gyártott akkumulátor tálcába. Az lenne jó, ha lenne még egy, mert ha lenne még egy ilyen zárnak ez a betétnek ez az a... Hát itt a nyelv résznél ez a fém, amivel befogatódik az ajtóba. Ha lenne még egy, akkor ezzel csinálnánk egy kísérletet, próbát megint, hogy mit mutat. Úgyhogy melyek én is megnézem, hát ha van. Na, van még egy zár, és erről van szó. Le is szereltem már, mi a zárnak itt elő van itt a nyelvnél, úgyhogy ez nem kell. Úgy is szar volt, úgyhogy megvan két zárnak a alkatrésze, és akkor szépen ezzel csinálunk ezzel egy próbát, hogy mit mutat. Na, itt az eredmény. Szerintem szuper, jó néz ki. Itt látszik, hogy ez volt az előző, ez vastagnak bizonyult. Katának nem tetszett, de hát végül meggyőzött engem is, hogy tényleg nem jó. Úgyhogy itt a, és ez még szebb is, mert látszik, hogy sokkal szebb az íve is. Ennek a zár, mit tudom én minek, zárnak. Ennek határozottabb itt az ív, sokkal, sokkal szebb. És azt veszük még megfelelő a vastagsága is ennek a bordázatnak, merevítő bordázatnak, ami bele fog kerülni az új, után gyártott akkumulátortálcánkba. Hogy végül is ez maradt. Ezt találtuk. Hogy nem kell kétségbe esni ilyenkor, körül kell nézni a műhelybe, a házba esetleg jobb híján, de hát ki gondolná, hogy a házba fog találni az ember olyan dolgot, amit fel lehet használni. Kata volt, hála ezért Katának, nagyon ügyes volt, úgyhogy na hát most már, hogy megvan a szerszámunk, a gyártósablonunk, köszönjük szépen a kinek. Elzett? Vagy mi az? A Sibnek, meg az Elzetnek. Az Elzetnek, meg a Sibnek köszönjük szépen a gyártósablont, úgyhogy szépen nekiállunk és legyártjuk a akkumulátortálcát és abba a merevítő bordákat.
Na hát így lehet merevítő bordákat szépen bele préselni a lemezbe, lényegében. Valamilyen szinten ez egy, hát most nem mély húzás, mert a negatív szerszám, nem negatív szerszám volt, de lényegében, mert ezt amúgy ziknizővel kellene szépen megcsinálni, de ha nincs éppen ziknező, mint itt egy jelen esetben sincs, nekem se, így azzal főzünk, ami van, úgyhogy azt használjuk fel, amit itt a környezetben, vagy a háztartásban esetleg találunk. Úgyhogy ez az egyik volt, úgyhogy ide még megy még egy borda, még négy bordát kell ebből szépen legyártani hozzá, és akkor kész is lesz majdnem. Ja, hát utána hajlítani kell, meg itt kell még hajtást adni neki. Az a lényeg ennek a hát sablon lényegében, ez is egyfajta gyártás sablon. Az a lényege, hogy ugyebár van a színén is, meg a fonákján is van egy sablon, ami köré formáljuk magát a merevítő bordát. Az ennek a lényege, hogy amit van felül, ami a színén van, az csak egy szamárvezető. Úgy kell bepozícionálni, hogy ugyanott helyezkedjen el a felső, mint az alsó forma, és ez végül is ennek semmi szerepe nincs a felsőnek, csak a szamárvezető, hogy lássuk, hogy az alatta lévő gyártósablon hol helyezkedik el, és úgy tudjuk szépen körbeütni.
mostoha körülmények között akkumulátortálcát. Hát elbasztam itt az egyik merevítést. Ez volt jól. Ezt indítottam jól, hogy homorú legyen. Utána a következőt már fordítva ütöttem, hogy nem homorúba, hanem domborúba, ahogy a fonákjáról ütöttem, nem pedig a színéről. Hát így úgy szerettem volna, hogy a színéről van ütve a merevítőbord, és akkor homorú lett volna, nem figyeltünk. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy amikor már beütöttem fonákul a merevítőbord, hát a következőt, ugye bár itt egy keresztmerevítés van, keresztmerevítőborda van benne, utána már úgy döntöttem, hogy akkor már ez maradjon így. Itt még itt az ívnél kell lesz majd zömítenem, mert itt meg van gyűrődve a lemez, nem szeretném megvagdalni, mert most megvagdalom, akkor az meleg áldja továbbiabban a korróziónak, megpróbálom majd bezömíteni, ehhez lenne jó, ha lenne zömítőm, de nincsen, ez egyes lemezből van. Jófajta lemezt találtam, ami jó a képlékenysége, meg jó formálható, majd egyszer egy másik videóban majd ezt elmesélem. Így sikerült ez az akkumulátortartó, de ha megfelelő eszközök lettek volna, akkor még jobbat lehetett volna kihozni ebből. Hát ez a videó az ennyi lett volna, tetszett akkor lájkolt, ha nem tetszett, diszlájkolt. Sziasztok!